a Szent Misénk, és így boldogan látlak benneteket. A Szent Mise egy találkozás, az a találkozás, amit ti itt megéltek, és valójában az, hogy itt a természetben, az erdő közepén történik a Szent Mise, hiszen a teremtett világ mindig jobban és világosabban beszél az Istenről, mint ahogy én dadogni próbálok majd nektek. És ebben bízzatok, és ez a teremtett világ öröme legyen így a szívetekben. Engedjük, hogy az a csodálatos ajándék, amit az Isten itt nekünk készül, készített, készít szívünkbe, lelkünkbe, az minnyájunk lelki gazdagodását szolgálja. Jónam a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhez. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te megmutatod igazságot fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik,
és vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez. Engedelmeskedj az Úr a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és rendelkezéseket, amelyek a törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyéből az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen számodra. Nem az égben van, hogy azt mondanád, ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le és hirdeti, hogy szabhassuk tetteinket. De a tengeren túl sincs, hogy azt mondhatnád, ki kell át érte a tengeren, ki hozza el és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt leveléből. Testvéreim, Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön, a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett az atyának, hogy benne lakik az egész teljesség, és hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, mint hogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. Ez az Isten igéje.
Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, feled barátodat, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viselt gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedtél. Ezek az evangélium igéi. Főtisztendő biskup atya, kedves atyák, kedves lányok, kedves fiúk! A mai szentírási részek azok a vasárnapról szólnak, de én azt gondoltam, hogy valahol a cserkész szívhez szeretnék szólni, és nem úgy általában egy evangéliumi részletről. És ebben az van, hogy mikor, hogy lesz valaki cserkész, vagy hogy kezdődik, ami most Szent Misa után is fog történni, és én is csatlakozom hozzátok, hogy fogadalmunk van. A fogadalom azaz a döntés az ember életében, és erről már hallottatok gondolatot, nem beszéltünk össze, ígérem, csak valahogy ezt nagyon fontosnak tartom. Az emberi élet, a sorsotok azon múlik, hogy milyen döntést hoztok, és hoztok-e döntést. Aki nem hoz döntést, az is hoz, mert hogy akkor azt a döntést hoztam, hogy nem döntött. Az a legrosszabb. Annál rosszabbat nagyon nehéz kitalálni. Vannak az életben helyzetek, amikor nem szabad, várni kell, ez most nem az én asztalom. És mi ebben a lényeg? Hogy az életemnek mi az iránymutatója? Mondhatnám azt, mint a cserkész jelvény, amelyik az iránytűnek volt az alapja. Onnan indult, irányt mutatott, onnan vettük le ezt a jelvényt, hogy van-e iránymutatója az életemnek. Ha láttok a magatok mellett fiúkat, lányokat, akiknek olyan kis zilált, olyan kis semmilyen az életük, valójában elveszítették az iránytűt. Nincs iránya az életüknek, nincs célja. A cserkészet az sokféle szinten, sokféle irányban találja és keresi ezt az utat, de valahol az életünk legalapjában ott van először is a fennagy cserkészeknek a 2. törvényben. A cserkész híven teljesíti kötelességét, amelyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik. Az Isten, a haza és embertárs, azaz én.
magamnak tartozom. Nekem van erre szükségem. Én fogok ebből erőt nyerni. Tartozom a társaimnak, az Istennek nincs szüksége arra, hogy mi most itt imádkozzunk. Higgyétek el, hogy csoda jól érzi magát enélkül is. Nekem van rá szüksége. Azt mondjuk, hogy este imádkozzál. Nem alszik jobban a jó Isten, ha te este imádkozol. Hidd el. Nem lesznek szebb álmai. De boldogabb lesz, mert azt látja, hogy a teremtményem boldogabb. Nekem van rá szükségem. Tehát a döntésemnek a lényege az az, hogy hogyan akarom én az életemet berendezni. Hogyan, milyen cél szerint, az a cserkész jelvény, mi az én iránytűm. És ebben benne vagyok-e én? Vagy rosszul vagyok benne, és ettől rosszá válik az életem. Hoztam nektek én vers idézetet, én nagyon szeretem a verseket, mert amit én csak nagyon nyomorultul tudok eldadogni, azt a költők nagyon szépen megfogalmazzák. Ez a döntés, ez az életre nézés, Csira Jenő, én hívlak élni, így írja, hallgass meg, mit suttog az élet. Élni hív újra, meg újra téged, ne nézz vissza a sáros útra, legyen előtted minden tiszta. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj, fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni. Ideig mindenki eljut. Debrecenben éltem 21 évet, és nagyon sok egyetemistát láttam. És az életükben hoztak gyönyörű döntést, hogy orvos leszek, hogy tanár leszek, hogy mérnök leszek, és nem lett belőle semmi. Miért? Mert egy döntés csak akkor döntés, ha megtámasztom. A gyenge fát is mindig meg kell támasztani. Mindig oldalról, régi középkori templomokat láttatok, hogy oldalról a falát megtámasztották. Az emberi döntésnek két támasztó pillére van, ami nélkül nem tud megélni, és nem tud megvalósulni. És ezt mindig nézzétek meg. És ez két gyönyörű szó, amelyek nem léteznek egymás nélkül. Ez az igen és a nem. Ezt tanuljuk meg kisgyerekként. Biztos, akinek van kistestvére, vagy volt, vagy családban, nagyon hamar megtanulják, hogy nem. Nem akarom, nem megyek, nem csinálom. Vagy igen, akarom, és meg akarom, és megszerzem, és ott akarok lenni. Mi ez az igen és a nem? Ez az ereje a döntésemnek. Hogy eldöntött, hogy cserkész leszek, ezért kell igeneket mondani, és kell nemeket. Azok, akikről most beszéltem nektek, bízom, hogy ez áll előttetek valahol, egy gyönyörű hivatás megszületik a szívetekben, és meg akarjátok valósítani, igent mondtok rá. Igent a tanulásra, az áldozatra, a vizsgákra, de ha emellé nem tudod oda tenni a nemeket, nem a barátokra, nem a bulira, nem az éjszakázásra, hanem a munkám, ha ezek nem nincsenek mellette, akkor az igenem meghal. Nem tud életben maradni. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy döntést kell hozni, akkor ez az a döntés, amit itt az életben két oldalról megtámasztok, és ez lesz az életemnek az ereje és biztonsága. Mit jelent ebben a világban a cserkészet? Mit jelent ez a ti állapototok, hogy itt vagytok? Mindig különleges volt. Mindig rendkívüli volt, de a világ felé soha nem volt olyan világos,
tiszta és nagyon fontos üzenete, mint ami most van. Nem csak úgy vagytok, hanem igenis hihetetlen szükség van rátok arra a tudásra, arra a tapasztalatra, amit itt megszereztek, amit tovább tudtok adni. Az egyházmegyében, Pécsi egyházmegyében én nagyon örülök, hogy sok cserkész van, és a vezetőkkel már találkoztam többször. Nem tudom elképzelni az egyházmegye megújulását, az egyházmegye ifjúsági életének, mondhatnám azt, megerősítését nélkületek. Csak veletek együtt. Azzal a világos, tiszta üzenettel, amit csak ti tudtok megadni, és ti tudtok hozni. Nem kiegészítőnek, nem segédmunkásnak, nem tölteléknek, nem díszgomnak, hanem valóságos munkásnak, misszióba ott lenni a ifjúsággal, azokkal, akik ugyanolyan normálisak szeretnének lenni, mint ti, ugyanúgy keresik az életnek a szépségét és gazdagságát, mint ti, csak senki nem állt melléjük. Senki nem segítette őket, hogy a döntésük mellett igenek és nemek ott legyenek. Mindenki el tudná sorolni, hogy ezen a néhány napon, amit itt töltöttök, miről mondott le, mire mondott nemek. De ezek nélkül az a sok-sok gyönyörű ajándék, az a sok-sok igen, amit itt megéltek, nem valósult volna meg, nem élhetne. Ezért nagyon fontos ennek a gazdagsága. Mi a küldetésünk? Az első az, amit az ősben megéltek. Ahogyan ott együtt vagytok, egymás mellett élni és barátságot kötni. Mi történik? Időt töltünk egymással, gondolkodunk, beszélgetünk. Ez az emberi életnek a legfontosabb alapja. És amikor ősi gyűlést tartottok, akkor arra gondoljatok, hogy a legfontosabb dolog történik velem. Mert most a barátságunkat, a közösségünket ápoljuk. Jézus, amikor igazán a tanítványok szívét helyre akarja tenni, akkor azt mondja, hogy barátaimnak mondolak titeket. A 12 apostol, mondhatnánk, az volt a cserkészet első ősi foglalkozása. És újra és újra összegyűjtötte őket, nehogy valami teológiai zavar legyen, jó? Tehát figyelem, hogy közben egy hátulról mit mondanak. Tehát mi volt, fiúk, üljünk le együtt, lányok, üljünk le együtt, beszélgessünk. Elvitt őket ilyen helyekre. Tehát nem valami szimbólum, nem valami ősi, hogy ó, hát régen volt, és milyen jó, hogy újra él a cserkészet. Nem. Az életnek rendkívül fontos ereje és lehetősége. És amikor azt mondja Jézus, hogy barátaimnak mondalak titeket, akkor ez egy emberi barátság, és egy személyes barátság Krisztussal. A személyesről hallottatok az imádságban, és ezt a személyest megélni. De ezt a személyest igazán együtt tudjuk jól megalapozni, és jól gazdaggá tenni. Kérem, hogy ezt a személyes közösségi barátságot nagyon vegyétek komolyan. Nagyon ápoljátok. Álljatok egymás mellé, és legyetek meghívók, befogadók azok felé, akik szeretnének közétek tartozni, akik szeretnék megélni ennek az emberi kapcsolatnak az erejét és biztonságát. Cserkész indulót mindenki tudja, általában énekelni szoktuk, én csak az első verszakot idézném, mert valójában az emberi életnek az igazi lendületét és mélyét határozza meg. Cserkész, fel a fejjel, a halson az eng, álljunk csatasorba vidáman, ránk vár a világ, ez a harc a miénk. Katonái vagyunk valahányan, jó fegyverünk, izmos karunk, égő szemünk, vidám dalunk.
amerre nézünk, megterem a győzelem, a győzelem. Kedves fiatalok! Minnyáján hallottátok és követitek, hogy szörnyű háború van. Hozzánk nagyon közel. El nem tudjuk képzelni, hogy mekkora az a szenvedés. De ti minnyáján egy ilyen háborúban vagytok. A léleknek, a józan gondolkodásnak, a szívnek a háborúja. A történelem folyamán fiataloknak normálisan felnőni, normális felnőtté válni, higgyétek el, kérlek benneteket, soha nem volt olyan nehéz, mint nektek. Nekünk is könnyebb volt. Sokkal egyszerűbb volt. És ha úgy érzitek, hogy zavaros ez a világ, és a felnőttek nem tudnak igazi célt, sokszor igazi józan utat mutatni, akkor jól érzitek. De ezt a harcot nektek kell megvívni. Veletek tudjuk, segíteni tudunk, értetek harcolni tudunk, de helyettetek nem. És a harcot csak együtt lehet megharcolni. Ezért kérem, hogy fogjatok össze, hogy abban az ősben, azban a rajban, abban a csapatban, ahol vagytok, erősítsétek egymást a józan gondolkodásban, a szeretetben, és legfontosabb üzenetként a barátságban. Mert ez a krisztusi, ez az emberi barátság tud erősíteni és vezetni benneteket. Mindazt, amit szerettem volna nektek itt elmondani nehéz szavakkal, én egy gyönyörű verssel szeretném nektek úgy megpecsételni, megerősíteni, hogy bízzatok magatokban, bízzatok egymásban, és bízzatok Krisztusban, aki erre a gyönyörű életre, erre a gyönyörű küzdelemre meghívott benneteket, és aki hiszem, hogy a maga barátságával és szeretetével megmutatja, hogy velünk, mellettünk, értünk van. Váci Mihály még nem elég versében ezt a helyzetet, ezt a gyönyörű pillanatot és ezt a nekifeszülést az életnek így fogalmazza meg. Nem elég álmodozni. Egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el, jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell, egyedül is elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, és csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem. Mit ír a hűvös íz, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de sebb és szenvedély. Keresni, hogy miért élj, szeress, szenvedj, remélj. Hát én ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek gyönyörű cserkész munkát, jó munkát, gyönyörű napokat itt, és gyönyörű, győztes életet a jövőben. Itt vallással folytatjuk.
hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük a mindenható Istent, hogy azt a könyörgést, amit elé terjesztünk, hallgassa meg. Ilyenkor úgy mondjuk, hogy hívek könyörgése. Azt kérném, hogy magadban, magadért fogalmazd meg az Úrnak csöndben, de őszintén szívedből egy fohászt, egy könyörgést. Urunk, köré gyűltünk ma össze. Szeretnénk becsületes, igaz szívű, neked tetsző életet élni. Add szándékunkra áldásodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vezetőkön keresztül mutattad nekünk az élet útját. Segítsd azokat, akik felelősséget vállalnak értünk, legyenek bátrak az igazság és a szeretet szolgálatában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, mindazokat, akik bennünket szolgálataikkal és imádságukkal segítettek. Készségükért árazd rájuk bőséges szeretetedet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, mindazokért, akikhez minket küldesz. Tudjuk, hogy te már előbb szeretted őket, és mi a te szeretetedre ébreszthetjük rá őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk, Urunk, minden elhúgy cselkész testvérünkért. Téged szerettek, érted fáradoztak. Adj nekik örök életet. Adj meg, Uram, mindazokat, akik ezért a táborért dolgoznak háttérben, vagy itt, hogy mindenki megtalálja azt az ajándékot, amit itt kell megélnie, és itt kell az Istentől átvennie, és áldjon meg benneteket, hogy valóban megtaláljátok életetek igazi örömét és békéjét. Ehhez kérjük az Úr áldását, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad szívesen könyörgő egyházad áldozati adományait, és add, hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, ki megszánva a tévejgő embert, világra született a Szent Szűztől, majd kereszthalála által, az örök haláltól megmentett minket, s feltámadva a sírból, örök életet ajándékozott nékünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőjt téged, alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz minden, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titokat ünnepeljük. Ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatok, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Haláladat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem visz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, és mert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt, mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével.
Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világbűnöket. Boldogok, akiket meghív lakomájára. Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szolgálnak, és még
könyörögjünk. Részesültünk ajándékaidban, Istenünk. Kérve kérünk, hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Nos, kedves cserkész testvéreim, nagyon örülök, hogy együtt ünnepelhettünk. Nagyon köszönöm a püspök uraknak, illetve mindenkinek, aki megtisztelt minket szolgálatával, jelenlétével. És most szeretnék egy nagyon nagy köszönetet mondani. Egy úriembernek, aki nélkül hát szenvednénk itt erőst, és talán lelkiekben kevésbé tudnánk kapcsolódni egymáshoz is, illetve a Jóistenhez is. És ez az úriember nem más, aki például szombat este 8-kor gond nélkül meghegesz nekünk bármilyen alkatrészt, ami kihullik az uaszból vagy a gazból. Illetve az az ember, aki napi több órát szán arra, hogy minket ivóvízzel ellásson. Úgyhogy megkérném Kobra Otto polgármester urat, hogy fáradjon fel a színpadra, egy köszönetnyilvánítására elégetve egy kis jelképes ajándékot szeretnénk adni. És kérném, ha tudjátok, mi az a cserkésztaps, már pedig szerintem mindenki tudja, akkor köszönjük meg neki ezt a hatalmas segítséget. Egy, kettő, három. Szerintem ismételjétek meg. Akkor még egyszer. Nos, ezen kívül pedig szeretném megköszönni mindenkinek, minden műhelyállomásnak, illetve előadónak, aki ma közreműködött és emelte a napunk fényét. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas napot zárhattunk, és bízok benne, hogy sok-sok kincset zártatok ma a szívetekbe, és fogtok vinni belőle haza. Úgy gondolom, ha Jóisten velünk volt, ha csak körülnézünk, hogy milyen csodák történnek mellettünk, milyen emberek állnak mellénk, milyen az időjárás, és hogy a lehetetlenből is összehozunk egy cserkésztábort, ezt mind-mind nagyon köszönöm, és mindenkinek az erőfeszítését. Most fogadalomújítás fog következni, amint lezárult a mise. Úgyhogy kérlek, ne menjetek el. Kovács Adorján az országos elnök fogja ezt levezetni, majd továbbiakban neki adom át a szót. Most pedig visszaadom püspök úrnak a... Én még egyszer csak a köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik dolgoztak ezért a táborért, akiknek a munkáján, áldozatán, odaadásán megvalósulhatott, és nektek pedig azt kívánom, hogy az a gyönyörű ének, amit itt ma utoljára énekeltetek, bármerre hív, de a döntés a ti kezetekben van. Döntsetek, és támasszátok meg nagyon-nagyon kemény, nagyon erős igennel, és nemmel a sorsotokat, és hogy itt a mi atyánk alatt történt, fogjatok össze. Ne szimbolikusan, hanem segítsétek, erősítsétek egymást, Krisztus számít rátok, én is számítok rátok, és ti is számítsatok rám. Köszönöm szépen, további gyönyörű tábort kívánok nektek. És egy nagyon erős áldást adok, hogy még kibírjátok a végéig, jó? Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, maradjatok békében. Amen.